Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Rendkívüli képviselőtestületi ülés zajlott tegnap a Városházán, mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Miért volt szükség november 19-én a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívására? Elsősorban két napi rendi pont miatt kellett rendkívüli testületi ülést összehívni. Az egyik napi rendi pont az ÁSZ jelentésnek a megtárgyalása és az intézkedési terv jóváhagyása, a másik pedig a családsegítő központnak az átalakulása és az alapító okirat módosítása. Ezen kívül milyen napi rendi pontok és hány napi rendi pont volt? Hát összesen 6 napirendi pontunk volt. A már említetteken kívül megtárgyaltuk a város önkormányzatának 2016 évi folyószámlahitelét. Ezen kívül döntött a testület a Sportváros Nonprofit Kft. Vezetői posztjára beérkezett pályázatról. A következő napi rendi pontunk a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009 évi törvénynek a végrehajtása, és a Nagy László Könyvtár és Szabadidő Központ alapító okiratát is módosítani kellett az imént említett Sportváros Nonprofit Kft. Létrehozása miatt. Az állami számvevőszéki jelentés mit tartalmazott, és milyen képviselői felvetések voltak az ülésen? Egy érdekes vita alakult ki az ÁSZ jelentés kapcsán a testületben. Én azt gondolom, hogy ezt el is mondtam a testület ülésen, hogy minden intézménynek és gazdasági szervezetnek saját jól felfogott érdeke, hogyha időszakonként az állami és egyéb szervek különböző ellenőrzéseket tesznek. Hozzátenném, hogy ezek feltételezve, hogy ezek az ellenőrzések korrektek, az esetek nagy többségében ez így is van, ez segíti az ott folyó munkát, mivel a rendszeres ellenőrzés az alkalmat ad a kisebb szabálytalanságok, hiányosságoknak a feltárására és ezek korrigálására, javítására. A jelenlegi ÁSZ jelentés azt gondolom, az is egy ilyen volt, a korrektsége mellett feltárt bizonyos hiányosságokat, szabálytalanságokat. Úgy gondolom, hogy ez beletartozik abba a kategóriába, amit ha munkát jellemezzük, azt kell, hogy mondjuk, hogy jó munkát végzett a városnak a megfelelő irodája és munkatársai. Persze, ezt nem egyformán ítéltük meg az ellenzéki képviselőtársainkkal, mert ők ugye a hibákat úgymond egy kicsit nagyobbnak látták, mi a hiányosságokat, hibákat úgymond kisebbeknek láttuk. De alapvetően azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nem volt és nincsen a város gazdálkodásában olyan jellegű, a rendszereiben olyan jellegű hiba vagy hiányosság, amiért itt különösebb intézkedéseket kellene hozni. Persze, ezért erre való az intézkedési terv, hogy a kisebb hibákat, hiányosságokat kijavítsuk, és ugye oda kell figyelni, hogy lehetőleg ezek a jövőben ne ismétlődjenek meg. Azért ugye az ÁSZ jelentés értékelésekor azért az iroda és az önkormányzat vezetése átnézett több városnak, hiszen ez az interneten megtalálható, több városnak a gazdálkodását vizsgáló ÁSZ jelentést, és ezek alapján is, és a tett megállapítások alapján is, hadd idézzem jegyző urat, amit a testülésen mondott, ugyanis mégiscsak egyrészt szakember, másrészt belülről látja a dolgokat, harmadrészt pedig ugye áttekintése van több város hasonló tevékenységére is. Ő azt mondta, hogy az önkormányzat gazdálkodása pénzügyileg rendkívül kiegyensúlyozott. Én azt gondolom,
hogy ez egy igaz megállapítás volt, még a feltárt hiányosságok, kisebb hibák, szabálytalanságok ellenére is. Még egyszer, az intézkedési terv, pontos ütemterv határidővel megjelenten megfogalmazza azokat a feladatokat, amiket meg kell tenni az önkormányzatnak, de azt gondolom, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az önkormányzat gazdálkodása rendben van. Hány igen szavazattal fogadta el ezt a napirendi pontot a képviselőtestület? A képviselőtestület egy tartózkodással, szinte azt mondhatom, egyhangúan fogadta el a zárszerentést. Ez is az általam az imént elmondottakat bizonyítja, hogy attól függetlenül, hogy azért vannak nézetkülönbségek közöttünk, alapvetően az ellenzéki oldal is amellett, hogy erőteljesebben felhívta a figyelmet a meglévő hibák, hiányosságok kijavítására, alapvetően ők is úgy ítélték meg, hogy a gazdálkodás rendben van. Egy másik napirendi pont is több vitát váltott ki. Elfogadták a Sportváros Nonprofit Kft. Ügyvezetői álláshelyére két pályázatot. Ki és mikortól tölti be ezt a pozíciót? Valóban az elején volt egy kis értelmezési vita az egyik pályázatnál vagy a pályázatoknál. Én azt gondolom, erről részletesebben nem is akarok beszélni, mert a hozzászólások és a hozzászólók mind a két oldalról teljesen egyértelműen Geri Gyula pályázatát, és nem csak a pályázatát, hanem végzettségét, ezen kívül az eddigi munkáját a képviselőtársak közül többen, jó magam is hosszabb ideje személyesen ismerték Geri Gyulát, így tényleg egyértelműen véleményt tudtak mondani az ő eddigi tevékenységéről, végzettségei megfelelőek ennek a posztnak a betöltéséhez, és egyértelműen jónak ítéltük a pályázatát is, ezért ő nyerte el a képviselőtestület egy nem és egy tartózkodással, szinte őt is egyhangulag javasolt ennek a poszt betöltésére. Első napirendi pontként tárgyalta a képviselőtestület a város folyószámla hitelét. Miért van szükség ennek a felvételére, és ez pontosan mit jelent? Hát, a folyószámla hitel felvételére, és ez a testületi ülésen rajzolódott ki egyértelműen, mert ugye kiderült, hogy nem teljesen egyértelmű ennek a szükségességének az értelmezése. Tehát a folyószámla hitelre azért van szükség, mivel a különböző pályázatok utófinanszírozással lesznek kiegyenlítve. Itt nevezetesen a strandfürdőnek a felújításáról van szó, aminek a költségeit az önkormányzatnak előre kell fedezni, amit majd utólag utófinanszírozásba vissza fogunk kapni. Erre ezért van szükség a folyóhitelnek a felvételére. Ez miután egyértelművé vált a testületi ülésen, így nem szavazat nélkül lett megszavazva. Az ászjelentéssel kapcsolatban a tárgyaláskor milyen véleményeket fogalmaztak meg? Gyakorlatilag a mi véleményünk teljesen eltért a szocialista frakció véleményétől. Mi szó szerint beidéztük az ászjelentés megállapításait, amely arról szóltak, hogy 2011 és 13 között a város gazdálkodása kritikus volt, nem tudta megoldani az egyensúlyi helyzetet a város kizárólag az állam segítségével, a 2013-as konszolidáció oldotta meg a likviditási problémáját a városnak, és ezt valamilyen oknál fogva a szocialista frakció képviselői figyelmen kívül hagyták. Ők azt mondták, hogy minimális, apró megállapításokat tett csak az ÁSZ. A mi véleményünk szerint pedig egyértelműen alátámasztotta az évek óta általunk elmondott tényeket, miszerint a működési, felhalmozási bevételeinket sajnos meghaladják a működési és felhalmozási kiadásaink. Tehát gyakorlatilag, hogy az állampolgár is értse, közel 6 és 800 millió forint közötti összeggel többet költünk évente, mint amennyit lehetne. Ezt addig megtehettük, amíg erre mindig a hitelt fölvehettük, és 6 milliárdra föl nem ment a város adósságállománya, de a 2013-as konszolidáció után, amikor az Ajka városi önkormányzat
tartozásának a 100%-át átvállalta az állam. Onnantól kezdve ezt már nem tudjuk megtenni. Ugye egy nagyon szoros gazdálkodást kéne folytatnunk, amelyre semmiféle jelét nem látjuk ennek a szoros gazdálkodásnak, és ezt tettük szóvá. Hát erre a városvezetés úgy reagált, hogy egyértelműen fognak majd egy intézkedési tervet kidolgozni, amíg majd 2016 augusztusában fog erre választ adni. Mi erre azt mondtuk, hogy a megállapítás 2015 októberi, a reagálásunk pedig majd 2016 augusztusi lesz. 10 hónap alatt nagyon sok minden fog történni, és elvesztegetjük ezt a 10 hónapot, ami véleményünk szerint azonnal kellene intézkedéseket foganatosítani. A folyószámlahitellel kapcsolatos döntés előtt is volt némi vita. Mi volt ennek az oka? Gyakorlatilag a folyószámlahitelt a város azért kívánná fölvenni, hogy az uszoda beruházást továbbra is előfinanszírozza az uszodai civil szervezet számára. Végül is csak abban alakult ki vita ebben a kérdésben, hogy nehogy ezt a 400 millió forintot másra fordítsa a város, hiszen akkor egy beruházás kerül veszélybe, az uszoda felújítása, de miután megnyugtatta ugye a frakciónkat a városvezetés, hogy erre nem kerülhet sor, hiszen a pénzügyi irodavezető asszony egyértelműsítette, hogy csak erre használhatják fel a folyószámlahitelt, ezután mivel a hitelfelvételeket soha nem szoktuk támogatni, hiszen tudjuk, hogy eladósodunk, és nem lesz helyettünk senki, aki adósságkonszolidációba ezt kifizetni helyettünk, ezért tartózkodommal szavaztunk. Személyi kérdésekről is döntött a képviselőtestület. Megválasztották a Sportváros Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját. Az ő személyével egyetértenek-e? Igen, a frakciónk megszavazta Geri Gyula pályázónak a pályázatát. Természetesen egy olyan helyzetben voltunk, amikor volt 3 pályázó, abból 2 pályázónak a pályázata kvázi érvénytelen volt, tehát egy jelöltről tudtunk dönteni. Ez nem mindig szerencsés, ebben az esetben is azért szerencsésebb lett volna, hogyha tudunk több személy érvényes pályázatáról vitát folytatni és dönteni, de ettől függetlenül Geri Gyulának a civil szervezetekben, sportszervezetekben betöltött tevékenysége és a Tósok Berendért folytatott munkája alapján csak pozitívan tudtuk ezt a kérdést megközelíteni, természetesen támogattuk a kinevezését. Képviselő úr megfogalmazta a véleményét a Sportváros Kft. Ügyvezetőigazgatójának a pályázatáról. Mi volt az észrevétele? Igen, az észrevételem az volt, hogy pont a jelenlévő 2 pályázónak a pályázatát elolvasva olyan dolgot vettem észre, ami én úgy gondolom, hogy nem helyes, hogyha átsiklunk felette. Nevezetesen bizonyos részek a 2 pályázónak a pályázatában azonos tartalmat akartak. Én nem akarom ezt különböző jelzőkkel illetni, hogy a számomra vagy más számára mit jelent. Én úgy gondolom, hogy nem fordulhat elő, míg hogyha egy jegyző úr azt mondta, hogy ugye ezek ilyen EU-s pályázati szabványanyagokként készültek. Számomra nem ez mutatta, és nem ezért jött le a pályázatnak a külalakjából. Megdöbbentve vettem észre, és konstatáltam azt, hogy az önkormányzat megpróbál keresztül siklani egy ilyen helyzeten, hogy pályázók azonos tartalommal adnak le pályázatot, és ez még nem volt elég, hanem az egyik pályázónak, akit később az önkormányzat gyakorlatilag ki is nevezett a Sport Kft.-nek az élére, hogy a pályázati anyagában a városi sportkoncepcióból, amit tavaly márciusban fogadtunk el, a pályázatában elég szép számmal részleteket emelt át. Én megkérdeztem a pályázat, hogy mennyire érzi sajátjának ezt a pályázatot, ő azt mondta, hogy teljesen sajátjának érzi. Én hiányoltam a pályázati anyagának a végén a hivatkozásokat, hogy honnan emelt át anyagokat. Én úgy gondolom, hogy a mai életben nem lehet azt akceptálni, hogyha valakinek a pályázatával kapcsolatosan bármiféle gyanú merül föl, hogy az nem esetlegesen a sajátja, hogy azt elfogadjuk. Én kértem a alpolgármester urat, hogy ezt a pályázatot szakítsuk meg, anuláljuk, ne hirdessünk most győztest, vizsgáljuk ki ezt a 2 pályázatot, hogy mi történhetett. Ezt természetesen nem fogadták el nagy sajnálatomra. És az én ellenszavazatommal és a jobbikos tartózkodás mellett az önkormányzat elfogadta a pályázónak a pályázatát, és egy kinevezésre is fog kerülni az elkövetkezendő 1 évben. Én továbbra is az a véleményem, hogyha a közéletet azt szeretnénk, hogy megtisztítsuk és a különböző jelöltjeink tényleg maximális bizalmat élvezzenek, akkor nem szabad
szágoldozni, úgymond átsikkadni az ilyen esetek fölött, és maximálisan és természetesen a pályázónak is az lett volna az érdeke, hogy ne itt a testületülésen, hanem tényleg egy kicsit részletesebben átbeszéljük azt, hogy mi okozhatja ezt az anomáliát, hogy én ezt észrevettem a pályázatában, és tényleg megnyugodtabban, nyugodtabban lehetett volna esetlegesen dönteni a pályázatát illetően. Én úgy gondolom, hogy most ebben az esetben politikai döntés született, attól függetlenül, hogy mindenki a pályázót tartotta legalkalmasabbnak erre a posztra. Én ezt nem kétlem, hogy a sport tevékenysége alkalmassá teszi, de ugye nem csak a sportirányi tevékenységét kell bírálat alá venni, hanem összességében kell egy pályázót rátekinteni, hogy mennyire alkalmas erre a posztra. Én úgy gondolom, amíg ezeket a kérdéseket, amit az előbb elmondtam, a pályázatának kapcsán nem tisztáztuk, nem lett volna szabad dönteni. Sajnos majd egyedül maradtam ezzel a véleményemmel. Én úgy gondolom, hogy talán a későbbiekben esetleg ezek a kérdések tisztázódni fognak.